március 20-án vasárnap délelőtt a Kisdorogi Katolikus Templomban szentmisével kezdődött a településről elhurcoltakra és kitelepítettekre emlékezés, amelyen a német egyházi énekek a Vejszentál kórus előadásában csendültek fel. A Málenki robotra elhurcoltak emlékműve 2016-ban készült, a gránit táblán 73 személy neve olvasható. A nevek mellett, akik ott hunytak el, egy kis kereszt látható. Ez 2006-ban is azóta minden évben megkoszorozzuk. És látván ezt a helyet, és szerintem egy kis dolog, egy központi helye ez a tér, és láttuk az igényt, hogy itt még lehetne egy kitelepítési emlékművet is elhelyezni, és ekkor kerestünk egy művészt, aki tudna ebben segíteni, és így találtuk meg Varga Gábor dombovári szobrászművészt, aki elkészítette pirogránitból ezt a kitelepítési emlékművet. Ezt is már 4 éve készítettük el, egy közös megemlékezést tudtunk csinálni, belevonva a kisdorogi 3 nemzetiség résztvevőit is, akik mindegyik nemzetiség, akik itt élnek Kisdorogon, meghurcoltatásban részesültek. A koszorúzáson nem csak Kisdorog, Sváb, Székely és felvidéki lakosai, hanem a környező települések német önkormányzatának képviselői is részt vettek. Nagyon jó a kapcsolatunk a völgység német önkormányzataival. Tartjuk a kapcsolatot, mindegyikükkel szinte már együttműködési megállapodást kötöttünk, és egymás rendezvényeire természetesen eljárunk, megtiszteljük egymást, és ez így én szerintem meghittebb és jobb. 73 gulágra elhurcolt idős emberből még 2 élnek a faluban, de amikor azt a gránittáblát ide helyeztük, akkor még 4, és akkor még a 4 közül még 3 ide is tudtunk hozni, az volt igazi, és az ő leszármazottaik itt voltak, és hát természetesen megkönnyezték az ő szenvedésüket. Ünnepi beszédet mondott Pál József plébános, Csibi Krisztina a Magyarságháza igazgatója, és Krémer György a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára, aki elmondta, fontosak ezek a megemlékezések nem csak az érintettek, hanem mindannyiunk számára, hogy tanuljunk a múltból. Azt hiszem, nem csak a kisdorogi német hagyományőrző csoportnak, nem csak a kisdorogi német önkormányzatnak, aki igazából felvállalja évről évre ennek a kis megemlékezésnek a szervezését, hogy évről évre összegyűjjünk, és mindazoknak a szenvedéseit felidézzük, akik a lágerekben hunytak el, vagy ott szenvedtek több éven keresztül, illetve mindazok, akiket kitelepítettek Kisdorogról, illetve a Sváb-Törökország egykori nagyobb régiójából. Több mint 10 000 főt vittek el Málenki robotra 1945. januárjában, 44 év végétől kezdve ebből a régióból, és azt gondolom, hogy így talán nem hiába való mindaz a szenvedés, amit nekik át kellett élni, hogyha ebből még meríthetünk, és évről évre felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy mindezek megismétlődhetnek, hogyha nem tudatosítjuk magunkba, hogy a legfőbb érték az a béke és az emberek egymás iránti tisztelete. Nagyon szerettünk énekelni, tehát nagy részt német ajkúak vagyunk, vannak magyarok is a csoportban. Nagyon szeretünk énekelni, szeretnénk a hagyományainkat, szüleink, nagyszüleink népszokásait, népdalait tovább megörökíteni az utókornak, unokáinknak is, hogy fennmaradjanak, hiszen olyan gyönyörű dalok vannak. A Vejszentál kórus által előadott honvágyról és hazaszeretetről szóló dalok méltó keretbe foglalták az ünnepet.